Baranya gazdaságának napja. Összefogással a megye versenyképességének növeléséért. A turizmus erősítése a cél. Családi napot tartanak szombaton Vasason. 8,5 millióból új tornaterem. Minőségi teremben edzhetnek a PVSK-sok. Az aktualitásokról tájékoztatnak. Sikeres a NAV diákprogramja. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Hogyan növelhető a megyei gazdaság versenyképessége? Milyen lehetőségek, kitörési irányok vannak a gazdasági szereplők előtt? Ezekre a kérdésekre kell választ adni a gazdasági önkormányzat szerint. Ezért a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlése minden év júniusának első szerdáját Baranya gazdaságának napjává nyilvánította. Ezen a napon szakmai, társadalmi és üzleti rendezvényeken foglalkoznak a megye gazdasági folyamataival, helyzetével és a vállalkozások versenyképességével. Az idei első rendezvény is ennek a jegyében zajlott a helyi iparkamarában. Nincs jó helyzetben a megye gazdasága, ezért kell összefogni a terület szereplőivel és azokkal, akik befolyásolni tudják a gazdasági környezetet. Ebből indult ki a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, mikor a megye gazdasági életének javításáról volt szó legutóbbi közgyűlésén. Baranya megye gazdaság az utóbbi 25 évben mély repülésben volt, a korábbi pozíciót elvesztette, és most már meglehetősen sor végén kullogunk Magyarországon. Ahhoz, hogy az helyzet megváltozzon, minden tényező összefogására szükség van. Ezért határozott úgy a gazdasági önkormányzat, hogy segíti ezt a folyamatot. A kamara közgyűlése minden év június első szerdáját a Baranya gazdasága napjának nyilvánította, és ezen a napon olyan szakmai programokat szervezünk, amelyeken elemezzük a helyzetet, megoldási javaslatokat dolgozunk ki, és próbáljuk bevezetni őket a gazdaságban. Hogyan lehet növelni Baranya gazdasági versenyképességét? Ez a kérdés szerepelt a nyitó konferencia középpontjában. Az Országos Kamara elnöke, gazdasági államtitkár és a Kutatási Fejlesztési Hivatal elnöke tartott előadást a lehetőségekről. Kiemelték az egyetemi kutatásokban rejlő lehetőségeket, illetve azokat a gazdaságot élénkítő döntéseket, programokat, amikre építhet megyénk is. 1 milliárd forintot fordíthat Harkány a belvárosának közterületeinek megújítására, közölte Harkány polgármestere kedden az MTI-vel. A terület és településfejlesztési operatív programból finanszírozott zöld város elnevezésű program keretében Harkány központi közterületei csaknem 45 ezer négyzetméteren újulnak meg. Felújítják többek között a Zsigmondi sétányt és a szabadtéri színpadot. Kültéri műtárgyak kialakítását tervezik, valamint szobrokat is szeretnének kihelyezni, és a meglévő parkolóhelyek csökkentésével növelni a zöld felületeket. A közbeszerzési eljárásokat tél elejéig tervezik lebonyolítani. Az előkészítő munkálatok 2018 elején elindulhatnak, a beruházások az év végére pedig befejeződhetnek. A turizmus erősítése a fő célja a Pécs-Vasasi első Berek Fesztiválnak. A június 10-i egésznapos családi programot a Vasasért Egyesület szervezi. Kellemes vidéki környezet, tó és lovak, itt a Berek Végbord és Lovardában rendezik meg szombaton az első Berek Fesztivált. A program több éve folyó uniós projektek megkoronázása lesz, mondják a szervezők. Körülbelül 2020-ig az a ha munkatervben és úgy segít bennünket a jó szerencse, hogy nyerünk is a pályázataink egy részével, akkor komoly fejlesztéseket tudunk itt indukálni az ide látogatóknak, de hogy ne csak kultúráról legyen szó, tervben van olyan gazdaságfejlesztési pályázat társadalmi vállalkozások számára, amellyel az itt felkínált bodzaszörpöt vagy egyéb olyan házi készítményeket tudunk majd az ide látogatóknak értékesíteni, ez egy gazdasági láb lenne. Hopár Péter kultúráért felelős államtitkár szerint a fesztivál helyszínét biztosító vállalkozást pozitív példaként lehet a térség elé állítani. Vasason és a Vasasomogy hírdi térségben soha még az ember emlékezet óta fesztivál megrendezésére nem került sor. Úgyhogy a történelem elhozta a lehetőséget, hogy az infrastruktúra megújul, és a topos források következtében itt az óvoda, az iskola, és sok-sok más közösségi ház megújulására is sor kerül, és az elmúlt években a helyi civilek, a Vasasért Egyesület, a Szent Borbála
egyesület és más civilek nagyon-nagyon erős tevékenységet tettek azért, hogy a közösségi szerveződés is elinduljon. A családi fesztiválon a vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a wakeboardot is, melyben hazánk mind a pályák számában, mind a versenyzők által elért eredmények alapján nagy hatalomnak számít. Nagyon hasznos és nagyon nagy állóképességet és fizikumot adó sport. Mindenki nagyon könnyen meg tudja tanulni, és extrém sportnak kategorizálják, de valójában nem veszélyesebb, mint bármilyen más sport. Nagyon ritkán fordulnak elő komolyabb esetek. A sport mellett a gasztronómia szerelmeseit is várják birka pörköltelési rétessel a családi fesztiválon szombat délután a szervezők. Több mint 32 milliárd forint juthat nyugdíjprémiumra 2018-ban. Most először szerepel ilyen forrás a büdzsé tervezetében, mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, a jövő évi költségvetési javaslat 3%-os nyugdíjemeléssel tervez, és a nyugdíjprémiumra több mint 32 milliárd forint többletforrás tartalmaz. Ősszel lehet majd beszélni arról, hogy pontosan mekkora összeget jelent ez a nyugdíjasoknak. Az államtitkár hangsúlyozta, a kabinet nem csak megőrizte, hanem 2010 óta 9,5%-kal növelte a nyugdíjak vásárlóértékét. A nyugdíjprémium kifizetésére akkor nyílik lehetőség, ha a gazdaság 3,5% feletti növekedéssel teljesít, és a büdzsétervezet hiányát is tudják tartani. Régóta hagyomány már, hogy a Pécsi Városvezetés és a Pécsi Tankerület, mint az iskolák állami fenntartója, közösen köszöntik pedagógus nap alkalmából a pedagógusokat. Kedden este az egyik pécsi szálloda éttermében gyűltek össze iskolaigazgatók és kollégáik, hogy együtt ünnepelhessenek. A pedagógusok egész éves munkájukért és helytállásukért ünnepélyes keretek között mondott köszöntőt Őri László alpolgármester és Páva Péter, a Pécsi Tankerület vezetője. Ma már egészen más tudás és rátermettség kell ahhoz, hogy lekössük a gyermekek, a fiatalok, a diákok figyelmét, és igen, nem könnyű ma a pedagógus pályán helytállni. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben is egyszerre van szükség a pedagógusok anyagi, erkölcsi és szakmai megbecsültségére. A kormány által elindított pedagógus életpálya modell az anyagi megbecsülést szolgálja, a nagyobb anyagi megbecsülést szolgálja, és azt gondolom a pedagógus napi rendezvény, amelyet a város és mint a város közössége, illetve a Pécsi Tankerület, mint az iskák fenntartója közösen szervez, az pedig egyfajta szimbolikus erkölcsi elismerése annak a szolgálatnak, amelyet végeznek. Ugyan több gyógyszer érhető el jelenleg, mint 15 évvel ezelőtt, mégis jóval nagyobb a hiány, mint akkor, mondta a Magyar Nemzetnek Patrik Zsuzsanna szakgyógyszerész. Ellátási gondok miatt jelenleg április 7-e óta hiány van bizonyos vérnyomás csökkentőből, a betegek közül pedig sokan panaszkodnak. Ennek a terméknek nincs helyettesítője, ezért másik vérnyomás csökkentő gyógyszerre van szükség. Idén 168 termék került fel az egy ideig, vagy tartósan hiányterméknek minősülő gyógyszerek listájára. Az április 25-i budaörsi raktártűz óta több mint 60 gyógyszer került fel a hiánylistára, ezek közül több esetben a forgalmazás vagy a gyártás megszüntetése volt a regisztráció oka. 8,5 millió forintból újították fel az Angster József szakképzőiskola Petőfi utcai épületének tornatermét. A minőségi sportpadló védi az ízületeket, de a kosárlabda kellően felpattan a felületről. A beruházás összegéből 5,9 millió forint társadalmi adós pénzből folyt be, 2,6 millió forinttal pedig az önkormányzat támogatta a felújítást. Felújított tornatermet adtak át az Angster József szakképzőiskola Petőfi utcai épületében. A termet a PVSK közreműködésével újították fel. A Kosárlabda Szövetség programjában szereplő teremfelújítások keretében TAO-s pénzből valósulhatott meg ez a fejlesztés. A PVSK elnöke elmondta, az újjáépítéssel több előre is szert tettek. Ezzel a felújítással a kettős haszon jár igazából az iskola tanul és a PVSK és más egyéb sportolók, akik használják a termet,
egy megújult környezetben sportolhatnak. Azt hiszem, hogy nézve a korábbi állapotokat, nagyon jelentős változások ezek, és mindenki örömére szolgál. A tornaterem burkolata egy sportpadló. A nemzetközi szintű minőséget az is garantálja, hogy védi az izületeket a szinte rúganyos felület. A labda azonban kellőképpen felpattan róla, mondta a PVSK férfi kosárlabda utánpótlás szakosztályának vezetője. Nagy előnye egyébként például egy jó minőségi parkettához képest, hogy a legkisebb súlyú gyerek esetében is már tompítja az ütközéseket a fölugrások után, stb. Az eséseknél. Egy parkettánál egyébként egy súlyt el kell érnie egy személynek ahhoz, hogy ugyanez megtörténjen. Tehát ilyen szempontból is rugalmas parketta hatású egyébként, amit mi szeretünk föltenni. A beruházás egyébként összesen 8,5 millió forintba került, ebből a TAO forrás, melyet a PVSK biztosított, 5,9 millió forint. 2,6 millió forinttal pedig az önkormányzat támogatta a felújítást. A következőkben tovább szeretnék vinni ezt az újjáépítési sorozatot, jövő tavasszal a köztársaságtéri iskolában fejlesztenek. Drágulhatnak a hústermékek augusztustól. A Magyar Élelmiszerkönyv módosítása szerint ugyanis augusztus 1-től már csak a magasabb hústartalommal készülő termékek kerülhetnek forgalomba, írja a Magyar Idők. Az intézkedés hatására egyesek a receptúrát, míg mások a termék megnevezését módosítják majd, így kikerülve a szigorítást. A virsliés párizsi helyett egyre több fantázia névvel ellátott áruval találkozhatnak majd a vásárlók. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke szerint ebben az esetben a gyártók termelési költségei nem emelkednek, ugyanakkor a vásárlók értetlenkedve fogadják a termék új nevét. A gyártók viszont attól tartanak, hogy a drága és bonyolult ellenőrzés miatt a hatóságok nem tudják kiszűrni az előírásoknak nem megfelelő termékeket, ezzel pedig a tisztességek és vállalkozások kerülhetnek versenyhátrányba. Az újjászületés évadát hirdette meg a 2017-2018-as idényre a Pécsi Balett, amely január 1-én önállósult a Pécsi Nemzeti Színháztól. A következő évadban két bemutatót terveznek. Shakespeare Makrancos hölgye a Pécsi Nemzeti Színházban, a két egyfelvonásos részből álló Diamonds munka című produkció a Zsolnai Kulturális Negyedben lesz látható, amelynek a társulat a rezidens balett együttese lett. Vince Balázs kiemelte, az önállósodásnak köszönhetően a társulat többet vendég szerepelhet. Január óta önállóak vagyunk, már van egy izraeli turnénk, van egy mexikói turnénk, le vagyunk 58 vidéki városba, megyünk a Művészetek Palotájába, az Erkel Színházba, szóval, hogy gyakorlatilag 2018 második feléig már le vagyunk kötve, ezt eddig nem tudtuk volna megtenni, és végre a missziónkat betöltjük. Nem csak Pécs tudja, hogy a Pécsi Balett milyen jó, hanem újból tudja meg az ország is, és a világ is, és tudjuk vinni Pécsvárosnak a jó hírét. Egyre több hazai friss cseresznye kerül a piacokra és a boltok pultjaira. A húsvét utáni fagyok miatt az idén 20%-kal kevesebb termet itthon, és ez hatással van az árakra is. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara termelői körképéből. Tavaly, amikor nem voltak nagyobb kiesések, a termelés mennyisége megközelítette a 20 000 tonnát. Ebből 1000 tonna ment exportra, elsősorban a környező országokba, valamint Németországba és a Baltikumba. A hazai vásárlók jellemzően a nagyméretű, fényes és sötétpiros színű gyümölcsöt keresik. A 2009-ben indult diákprogram keretében minden év szeptemberében megkeresi és tájékoztatja a helyi iskolákat a NAV Baranya megyei igazgatósága az aktuális tanévben igénybe vehető programokról. Több intézményben már rendszeres visszajárónak számítanak, de rengeteg helyre hívják is őket. A programokat 1x45 vagy 2x45 percben tartják egyeztetve az osztályfőnökökkel. A 2016-2017-es tanévben 9 iskolába jutottak el, és 31 osztálynak tartottak tájékoztatókat, bemutatókat. Többféle program lehetőséget szoktunk az iskoláknak kiajánlani. Ez azt jelenti, hogy osztályfőnöki órától egészen az intézkedés taktikai bemutatóig szoktunk programokat szervezni diákoknak. A tájékoztatókon elhangzik egy kis adózástörténet, az adózási alapfogalmakról is szoktunk beszélgetni, illetve hát ami a diákoknak nagyon fontos a középiskolásoknak elsősorban, az a diákmunka, a nettó-brutó munkabér fogalma, ennek elkülönítése, a személyével
jövedelemadó kiszámítása, a bevallás fogalma, annak elkészítése, menete, illetve a továbbtanuláshoz kapcsolódóan, hogy mire kell odafigyelni a diákoknak, munkaszerződés, megbízási szerződés, illetve milyen egyéb kötelezettségeik vannak. Egy kerti traktorral közlekedő férfit ellenőriztek a rendőrök kedden Bissén. A vezetői engedéllyel nem rendelkező férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív jelzést adott. Ezért a rendőrök a férfit további mintavételre előállították, amely igazolta az alkoholfogyasztást. A 42 éves szökédi férfi ellen a Siklósi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz. Az engedély nélküli vezetés miatt a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. A munkából élők és a családok költségvetése lesz a 2018-as, mondta Horváth István országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón. A két gyermeket nevelő családoknál évi 420 ezer forintot hagy a kormány, a költségvetést jövő héten fogadhatja el a parlament. A magyar gazdaság 2018-ra már hatodik éve növekvő pályán lesz, a gazdasági növekedés pedig az uniós átlagot is meghaladja. Horváth István országgyűlési képviselő szerint ez az egyik alapja az adócsökkentéseknek, és annak, hogy Európa legjelentősebb családtámogatási programját tudják megvalósítani. 2018-ban tovább nő a két gyermekesek családi adókedvezménye. Havi 35 ezer forinttal növekszik majd az adókedvezmény, tehát lehet mondani 2018-tól két gyermekes családok esetében 420 ezer forinttal maradt több a családi kasszában, mint a gyermekek nevelésére, oktatására, illetve a komfortézet növelésére lehet fordítani. Ezen túl megmarad az első házasok adókedvezménye, és otthonteremtésre még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ezzel együtt 2018-ban folytatódik az adócsökkentés és a béremelés. A munkát terhelő adók újabb csökkentése a Fidesz szerint lehetővé teszi a bérek további emelését. A minimálbér az idei 15% után 2018-ban 8%-kal nő. A szakmunkás minimálbér pedig az idei 25% után jövőre 12%-kal lesz magasabb. A szakmunkás minimálbér így 2010-hez képest megduplázódhat. Bízom benne, hogy ennek lesz egy olyan ereje, főleg a szakmunkás minimálbérnél, hogy korábban külföldön próbálkoztak, ma már nem biztos, hogy 2018-ra lehet azt mondani, hogy megéri külföldre elmenni, hanem Magyarországon is megfelelő munkával, megfelelő béreket lehet elérni. Én azt gondolom, ez nagyon jelentős előrelépés. 2018-ban 5%-ra csökken az éttermi étkezés, az internet és a halálfája. A 3%-os nyugdíjemelés mellett nyugdíjprémium kifizetésével is számol a kormány, és 2018 lesz az első év, amikor a fiatalok első nyelvvizsgáját és első jogosítványának megszerzését is az állam fizeti. Vitorlásról, vízibicikliről és gumimatracról is mentettek embereket a hosszú hétvégén a vízirendőrök a Balatonnál. Összesen 61 főt, ebből 48-at vasárnap, ekkor 18 alkalommal riasztották a szakembereket. Egy esetben már nem tudtak segíteni annak a 19 éves fiúnak, aki vasárnap délután tűnt el a vízben. A legtöbb esetnél másodfokú riasztás volt érvényben a tónál, ezt azonban sokan nem vették figyelembe. Napozó, labdázó és fürdőző emberek, ameddig a szem ellát. Több ezren döntöttek úgy a pünkösdi hosszú hétvégén, hogy a Balatonnál töltik a szabadidejüket. Hétfőn békés volt a tóvize, vasárnap azonban másodfokú riasztás volt érvényben az egész Balatonon. Ennek ellenére mégis voltak, akik bemerészkedtek a vízbe, ennek pedig meglett a tragikus következménye. A délelőtt sodorta a partra annak a 19 éves fiúnak a holttestét a víz, aki információink szerint még tegnap délután a barátjával strandolt itt Balaton lellén. Információink szerint a két fiú egy labda után ment beljebb a vízbe, azonban visszafelé már nem volt erejük kiérni a partra. Az áldozat 20 éves barátját a vízi rendőrök mentették ki, az esetről többen is hallottak a strandon. Sajnos hallottuk, a feleségem, édesanyja mesélt róla, hogy talán látta is félig meddig itt a viharjelzés után, mikor ez történt. A fürdőzők azt mondják, betartják a viharjelzés szabályait. Ahogy lehet, akkor jövünk ki a vízből, nem nagyon játszunk vele. Balatont ismerjük, tudjuk, hogy milyen hirtelen csap le a vihar. Voltak azonban, akik nem vették figyelembe a közeledő vihart és a vízben maradtak. 8 vitorlás borult fel, vagy akadt fent homokpadon.
két kisgéphajó pedig műszaki hiba miatt nem tudott biztonságosan partot érni. Az erős viharos szélben 4 gumimatracos és 2 vízibiciklis is elsodródott a parttól. A fürdőzőkkel volt a legtöbb probléma, hiszen ők a jelzésre is, tehát a viharjelzésre is kötelezettek, tehát nekik be kell tartani az első és a másodfokú viharjelzés szabályait, és sajnos nagyon sokan ezt figyelmen kívül hagyták, vagy a korábban megérkező vízirendészeti jelzésre egyébként ugyan kimentek a tóból, de ugye nem látták, hogy jön még vihar, vagy nem látták, hogy még rosszabb idő lesz, és sajnos a másodfokú viharjelzés ellenére újra bementek a parti vizekbe. A viharjelzők és a szakemberek figyelmeztetése ellenére többen is felelőtlenül a vízben maradtak. A teljes pünkösdi hétvégén egyébként 61 főt mentett a balatoni vízirendészet állománya, és ez a modernkori vízirendészet történetének a legnagyobb mentési száma egy hétvégét nézve, és hát a 48 fő pedig a június 4-én szintén rekordot döntő mentési szám, ez pedig szintén a modern vízirendészet történetének a legnagyobb mentési száma. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket, hiszen ezekkel a biztonságos partra érést segítik. A sérülései alapján a földhöz csapódás pillanatában azonnal szörnyet halt az a 47 éves szlovén férfi, aki szombat délután szárnyas ruhában ugrott kis Jófog Kiliti felett. Információnk szerint a férfi tapasztalt sportoló volt, amikor azonban az ugrást követően nem tért vissza a kiinduló pontra, több kutatócsoport elindult a keresésére. Az esti órákban nem messze a repülőtértől találták meg a holttestét. A repülőtértől néhány kilométerre egy búzatáblában találták meg annak a 47 éves szlovén nemzetiségű férfinak a holttestét, aki tegnap innen a repülőtérről egy helikopterrel szállt fel és szárnyas ruhában ugrott ki. Németh Zoltán szerint tapasztalt ugró volt a szerencsétlenül járt férfi, hiszen a siklóruhás repülés szigorú szabályokhoz és rutinhoz van kötve. Alapvetően kell orvosi vizsgálat, el kell kezdeni egy tanfolyamot, végig kell rajta menni, nagyon sok ugrás kell hozzá, minden egyes ugrással be kell írni, el kell odáig jutni, hogy te mindenféle vizsgát letehessél, és majd amikor megvan a megfelelő ugrásod, vehetsz föl, a szárnyas ruhában is több kategória van, a tanuló szárnyas ruhát. És akkor ahogy fejlődsz, úgy tudsz felvenni egyre profibb, egyre nagyobb teljesítményű ruhákat. A siklóruhás ugrás lényege, hogy a sportoló még hosszú ideig a levegőben van, anélkül, hogy kinyitná az ejtőernyőt, és a speciális ruha segítségével akár több kilométert is repül. Emellett egy mérőműszer jelzi, hogy mikor kell az ejtőernyőt kinyitni, vagy egyes esetekben a szerkezet automatikusan kinyitja azt. Információink szerint vasárnap 28-an közöttük a szlovén férfi is kiugrott a helikopterből, azonban ő volt az egyetlen, aki siklóruhás ugrást végzett. A repülőtéri dolgozók vették észre, hogy még órákkal a felszállás után sem tért vissza a kiinduló pontra. Minden repülőtéren más rendszer van, minden repülőtéren van valami ellenőrzés felszálláskor is, meg amikor az ejtőernyősök leszállnak és bejönnek a reptéről. Általában a kártyás rendszerrel, tehát megérkezel, leveszed a kártyádat és besétálsz a hajtogatóba. Aki nem veszi le a kártyáját, abból tudják, hogy ő még nem érkezett be, és nyilvánvalóan földetér is ügyeletes, aki figyeli, hogy minden rendben van-e vagy nem. Az eltűnt férfit több kutatócsoport is kereste, és szombaton este 9 óra körül találták meg. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Megérkezett a nyár, és vele a túlerős UV-sugárzás is, amely számos betegség kialakulásának kockázatát növeli, ilyen a melanóma típusú bőrrák. A szakemberek azt mondják, azért van egyre több melanómás beteg világszerte, mert nem tartják be a napozás szabályait. Sokan szoláriumba járnak, ám anyajegyszűrésre csak elvétve mennek el az emberek. Friss kutatások szerint a festékes típusú bőrdaganatok a fővárosban és a megyeszékhelyeken fordulnak elő gyakrabban. Krélin Károlyné hosszú ideje küzd az arcán időnként kiújuló foltokkal. A Bátaszéki Gondozási Központ által március végén szervezett anyajegyszűrése is azért érkezett, hogy megmutassa azt a bőrgyógyásznak. Jól is tette, hogy eljött a szűrésre, mert az arcán levő kezdődő bőrrákot lehet kezelni, ám a melanómába bele is lehet halni. Mind melanóma, még ez a picike is.
Ligeti Judit szexádi bőrgyógyász épp azt mutatja, hogy a melanoma alattomos betegség, nem jár fájdalommal és a talpunktól kezdve a szájpadlásunkig bárhol kialakulhat. Még anyajét sem kell hozzá. Ezért is fontos, hogy nyáron, különösen erős UV-sugárzás idején óvatosan menjünk a napra. A szoláriumba járás sem javasolják bőrgyógyászok, mert hiába van meghatározva, hogy ott mennyi UV-sugárzás lehet, senki nem ellenőrzi, hogy valójában mekkora sugárzás éri a bőrünket, ha befekszünk egy gépbe. Ez az oka annak, hogy szoláriumban is le lehet égni, magyarázza a szakember. Régen az aratok fölöltöztek nyakig, volt annyi eszük, meg a trópusokon is az arabok és bárki jó beburkolóznak. Uh-huh. Itt az a divat, hogy levetkőzni, minél barnább legyek. Egy a lényeg, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy ne égjünk le. Délelőtt 11 óra és délután 3 óra között például nem ajánlott kint lenni a napon, ilyenkor ugyanis nagyobb a leégés veszélye, figyelmeztet Ligeti Judit. A hófehér bőrűek legyenek óvatosak, kevés napot inkább a késő délutáni órákban, és amennyire lehet a fényvédőkenőcsöket használni. Itt is sokszor terjednek különböző rémhírek, hogy a fényvédő is rákkeltő, ma már mindenre rákenik sokszor, hogy rákkeltő, hogy nem igaz, ezek rendkívül jól bevizsgált dolgok, de csak akkor ér valamit egy fényvédőkenőcs, a magasabb faktorú is, ha legalább fél órával a napozás előtt kenjük föl. Az elmúlt másfél évtizedben országos szinten a melanoma és a nem melanoma típusú bőrrák gyakorisága csak nem megduplázódott. Egy friss kutatás szerint pedig a festékes típusú bőrdaganatok a fővárosban és a megyeszékhelyeken fordulnak elő gyakrabban. A szakemberek azt mondják, elkerülhető a bőrrák és a melanoma, ha odafigyelünk a napozás szabályaira, mértékkel használjuk a szoláriumot, és rendszeresen eljárunk szűrésekre. Híradónk végén legfontosabb baranyai témáink még egyszer röviden. Baranya gazdaságának napja. Összefogással a megye versenyképességének növeléséért. A turizmus erősítése a cél. Családi napot tartanak szombaton Vasason. 8,5 millióból új tornaterem. Minőségi teremben edzhetnek a PVSK-sok. Az aktualitásokról tájékoztatnak. Sikeres a NAV diákprogramja. Csütörtökön kezdetben még keleten alakulhat ki egy-egy zápor. Napközben már sok napsütésre, csapadékmentes időre van kilátás. Többfelé élénk, északkeleten erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 8-14, napközben 24 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!